A kormány kedd este benyújtotta a költségvetést megalapozó számos törvényt módosító salátatörvényjavaslaton. A javaslat számos adózási szabályt is módosít, amelyek közül hármat emel ki a Neveos Consulting Group. Kata, cégautóadó és transfer ármulasztási bírság, hozzátéve, hogy ezek változhatnak még az elfogadás előtt. Nézzünk erről egy bejátszót. A javaslat a katás adózáson végrehajtandó jogtechnikai módosításokat tartalmazza. Ezek azokat a részleteket érintik a szakértők szerint, amelyeket változások érinthetnek, de egyelőre nem derülnek ki pontos adatok, mert a beterjesztett verzió megegyezik a jelenleg hatályos változattal. Fischer Ádám, a Neveos Consulting Group jogi partnere kiemeli, hogy ezek alapján a katás adózása jogosultak köre, az eszerinti adózás, a havi adó mértéke, az elérhető jogosultság összege és a munkaviszonnyá történő átminősítése vonatkozó rendelkezések módosulhatnak. Kiemelik, hogy ha valóban csak ezek változhatnak, akkor sem a 3 millió forintos, sem a 12 millió forintos értékhatár nem változna. A szakértő hozzátette, meglepően szokatlan ennek az előkészítése, ehhez hasonló jogtechnikai megoldás egy adómódosítás előkészítésére, tudomásuk szerint ez idáig még nem volt. Szemtől szemben rovatunkban vendégeink Perusz László, a VOSZ főtitkára, jó reggelt kívánok, és Vadász Iván adószakértő, szintén jó reggelt kívánok. Utóbbitól, vagyis Vadász Ivántól tudom, hogy az ő kezében van már egy olyan irat, ami a mostani költségvetéssel kapcsolatosan az adó szabály változásokról szólna, és a katával kapcsolatban van egy bizonyos fejezet, ami azonban semmiféle változtatást nem tervez, csak az eddigi rendszert ismétli meg, mert hogy fő témánk most a kata és az a körüli anomália. Változik-e, nem változik, és milyen irányban? Itt van a törvényjavaslat, három oldal, a 27-től a 29-ig foglalkozik a katával, mondván, hogy ez egy törvénymódosítás, de a jelenleg hatályos törvény egyes szöveg részei vannak benne, tehát módosításról szó nincs. Tehát az lesz, ami jelenleg is van. Hát erre mondjuk azt, hogy jogalkotási káosz. Érthetetlen, ilyet még nem láttam. Ez egy 132 oldalas salátatörvény, 78 törvényt módosít, és döbbenettel állok előtte, és akkor mindenre még ugye rárakódik, hogy egyes törvény, tehát egyes adószabályokat törvénnyel módosítanak, egyes adószabályokat pedig kormányrendelettel vészhelyzeti jogalkotás keretében. De egyik sem érinti a katát, ha jól értem ezek szerint. Igen, hát a törvényjavaslat most érinti, de úgy nem érinti, hogy tudnánk, hogy mi a kormány elképzelése a jövőre vonatkozóan. Jó, a VOSZ tud erről bármit is, volt bármilyen egyeztetés, van önöknek információ, kikérték a véleményüket? Igen, több körben volt egyeztetés, el kell, hogy mondjam, az előző katamódosításnál is, és most is volt egyeztetés. Ugye a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácson belül is az a gazdasági oldal is tárgyalta ezt, de elmentünk külön a pénzügyminisztériumhoz is, nagyon sok a katás vállalkozásunk, és elmondtuk a saját szempontjainkat, és én úgy láttam, hogy a pénzügyminisztérium egyébként nyitottnak mutatkozott. Milyen változtatásokat javasolnak konkrétan? Igazán az a probléma a katával, és azért merülnek föl időről időre problémák ezzel az adónemmel, ami egyébként hogy mondjam, hogy ez egy sikerterméke a kormányzatnak, és sikerterméke a pénzügyminisztériumnak, hiszen ez egy alacsony adóterhet jelentő, és alacsony adóadminisztrációval rendelkező adó. Tehát nagyon szeretik a vállalkozások, nagyon sokan emiatt jöttek be úgymond a közteherviselésbe. Ez mi emiatt vállalták, hogy ők a szürke gazdaságból, vagy a fekete oldalról. Ugye nagyon sok evás is átjött. Az a probléma, és azért merülnek föl mindig újra és újra problémák a katával kapcsolatban, mert a 10 évvel ezelőtti adóteher az nem változott. Tehát egy, mondjuk úgy is lehet mondani, az értékkövetése vagy a valorizációja elmaradt ennek az adónemnek. Ugye amikor indult, akkor 6 millió forint volt a felső értékhatár, e felett volt a 40%-os kulcs, ami most is van, csak ugye most egy picit ugye a törvényalkotó szempontjai szerint, vagy a szándéka szerint. De változott a 6-ról 12-re. Igen, most változott 12-re, de az 50 000 forint, ami a tételes adó volt 10 évvel ezelőtt, az ugyanaz az 50 000 forint, ez nyilvánvalóan ezt követni, értékkövetni kellett volna. Vadász Iván is sikertörténetnek tartja a katát? Igen, hát már 460 000
vállalkozás tartozik ide, de hát attól függ, hogy honnan nézzük. Mert alapvetően úgy tudom, hogy elutasítja, vagy legalábbis adózási szempontból, nyugdíj szempontból. El magamnak van a kritikái, mondjuk. Katás egyéni vállalkozó is vagyok természetesen, hiszen az adó. A nyugdíj szempontból nem tartja ideálisnak, mondjuk. Igen, tehát a társadalombiztosítási vonatkozások a Katánál aggasztóak, tehát a jövő a nyugdíjba menetel 108 ezer forint biztosítási alapot ad az 50 ezer forintos havi befizetés. Ez társadalombiztosítási szempontból, szociális szempontból aggasztó, tehát ezt mindenképpen rendezni kell. Amúgy az egyszerűsége, átláthatósága, azt meg kell tartani. Amit változtatásokat javasol a VOSZ, azzal ön egyetért, vagy ön mit javasolna változtatni? Hát ugye a VOSZ egy, már elnézés, hogy én interpretálom, de a VOSZ két részre osztaná a jelenlegi katásokat, akik a lakosságnak szolgáltatnak, illetve akik vállalkozásoknak szolgáltatnak, és a katát mindenképpen megtartanák ugye a lakossági szolgáltatások terén, hogyha jól értem, amit olvastam a VOSZ honlapján. Véleményem szerint nem kell ilyen megkülönböztetést tenni, hanem egy biztosítási szempontból is megnyugtató módon módosítani kellene az adóterhet, mert jelenleg ez annyira kedvező, hogy az iparűzési adóval együtt, ha 12 millió az árbevételem, akkor 5% az adóterhelésem, tehát ez is egy vonzó körülmény. Ez meg egy túlzott lazítás. Olyan értelemben mindenképpen, hogy bevonz olyanokat is, nagy vállalatokat is ebbe a körbe, illetve az ő dolgozóikat, amit teljesen szabálytalanul lehet mondani, hogy gyakorlatilag hatásként alkalmazza. Adóhatóság nem folytatott tömegesen olyan vizsgálatokat, amely igazolná, hogy itt tízezrével történnek a szabálytalanok. Igen, sokan kifogásolják is, hogy ahelyett, hogy az ellenőrzési képességein változtatna az állam, és ezt szigorítaná, a szabálybetartási kompetenciája igen gyengének tűnik. Hát most össze-vissza variálnak, mindenféle szempontok felmérnek, bár hivatalosan nincsen semmilyen változtatás. Mire lehet számítani, hogy most a költségvetési vitában ez majd terítékre kerül, vagy mikor kerülhet ez mégiscsak a hivatalos formában is a nyilvánosság elé? Én úgy gondolom, hogy ez most alkalmas, ez a költségvetési vita erre, hogy a katával kapcsolatos szükséges módosításokat meghozzák. Mi arra számítunk a VOSZ szempontjából, hogy lesz módosítás, arra számítunk, mivel nyitottság volt, hogy megtartják ezt az egyszerű adónemet. Nyilvánvalóan ez, amit a vadász úr is említett, hogy nem megfelelő most már ez a mérték a társadalombiztosítási szempontból, ez például, ez a valorizáció ezt meg tudná oldani, tehát hogyha a tételes kulcsot jelentősen növelnék, akár a duplájára, az is elfogadható lenne. A VOSZ-nak a szempontjait csak annyit egészíteném ki, amit mondott, nagyon pontos egyébként, amit a honlapon talált, ez, hogy is mondjam, csak a nyitottságunkat akarja mondani, tehát mi több modellben is elképzelhetőnek tartjuk ezt az értékkövetést, ez az egyik. Hallottunk olyan törekvéseket, hogy kizárólag csak a lakosság felé, tehát B2C, tehát amikor egy vállalkozó csak a lakosság felé szolgáltat, akkor alkalmazhassa a katát. Mi fontosnak tartjuk B2B-ben is, tehát hogyha egy vállalkozó egy nagyobb megrendelő, vagy több nagy megrendelő felé jár el, hiszen nagyon-nagyon sok olyan vállalkozó, nagyon-nagyon sok olyan vállalkozás és terület fordult hozzánk, akik használják a katát, néhány nagy megrendelőjük van, például ilyenek a mérnökök, ilyenek a PR marketing szakemberek, ilyenek a kisvállalkozások a mezőgazdaságban, és nagyon sokat tudnék még mondani, és őket például zavarja ez a 3 milliós határ, amiből, hogy egy nagy megrendelő felé nem lehet 3 millió forintnál többet számlázni, mert ez a büntetőadó nyilvánvalóan kiárazza a dolgot. Mi nem szeretnénk ezt például
a 3 milliós határt legalább dupláznánk, vagy pedig el is törölnénk, és amit a vadász úr is mondott, inkább arra helyeznénk a hangsúlyt, hogy értékkövetés megvalósuljon, és jobban vizsgálják a megfelelőséget, hogy ne legyen ez bújtatott foglalkoztatás. Ugye jelenleg van 7 olyan ismérve, amiből 2-t, hogyha teljesít az adózó, akkor lehet katás. Mi azt mondjuk, hogy 4-et vagy 5-öt is teljesíteni tudna, akkor ez nagyon sok vadhajtást le lehetne nyílni. Tehát ez a fajta ellenőrzés szigorítás, ez mindenképpen javasolt lenne, viszont ugyanakkor nem kellett tartani attól, hogy pont az egyszerűsége volt a vonzó, vagy vonzó a katának, hogy a mindenféle módosításokkal, szabályozásokkal bonyolultabbá teszik, és esetleg elriaszt majd egészen kicsik is mikrovállalkozókat. Másrészt pedig nyilván egy sajátos szempontja adószakértőként Vadász Ivánnak az, hogy ez tulajdonképpen a könyvelők munkáját úgymond elveszi, mert gyakorlatilag nincsen dolga a vállalkozónak, itt több száz emberről van szó, vagy kisvállalkozásról, amelyek hát egyszerűen csak befizetik az 50 000 havonta, és kész, nem kell nagyon könyvelni. Hát azért még egy katás vállalkozónak is azért egy évben egyszer vagy kétszer azért el kell vándorolni. Na, az önök üzletét ez rontja, nem? Mert azért mi olyan bürokratikus ország vagyunk, hogy ami a legegyszerűbb, az sem olyan egyszerű, tehát csak ezt én most ebben a műsorban nem tudom bizonyítani ezt az állításomat, mert az időigényesebb lenne, de azért azt látnunk kell, hogy azért itt van egy hatalmas nagy káosz, amit rendbe kéne rakni, hiszen egy magánszemély lehet adószámos adózó, lehet egyéni vállalkozó, azon belül lehet katás, lehet kivás, lehet ECHO-s, egyszerűsített közterviselési hozzájárulás, lehet őstermelő. Tehát itt lehetne sorolni, olyan változatosság, olyan sokrétűség van, ami már az áttekintést, a tervezhetőséget veszélyezteti. Szerintem itt sokkal inkább kellene egyszerűsíteni, átláthatóbbá tenni a rendszert. Ami az rengeteg adónk van, most megint közelítünk, még pár módosítás, és már újra 70 adó nemünk lesz ebben az országban, miközben az adóbevételek 85%-a 6 adó nemből jön össze. Tehát itt nagyon át kéne újra gondolni az egész adórendszert. És a VOSZ-nak ezzel kapcsolatban van bármi egyéb javaslata? Tehát a katán kívüli egyéb adózási körülményekre van hozzá, hogy az egyszerűség legyen a vezérelve, és ne bonyolítsuk túl. Az egyszerűség az nagyon fontos, és az átláthatóság, ezzel teljesen egyetértünk. El is indult azért az elmúlt években egy olyan folyamat, hogy az adónemek száma csökkent. Nem szeretnénk mi sem, hogyha ez megfordulna, de jó, még egyszer mondom, jó esélyt látunk arra, hogy megmaradjon a kata, minél egyszerűbben maradjon meg. Mi egyébként még egyszer mondom, egy értékkövetéssel ezt megtarthatónak tartjuk. Hogyha már említődött a kiva, ugye ez a következő lépés, akinek aki egy kicsit nagyobb vállalkozás és sok foglalkoztatottja van, ugye a kiva, az kiváltja a szociális hozzájárulási adót is. Egyébként a szociális hozzájárulási adó, mint az élő munkateher legnagyobb része, ez azért az elmúlt 6 évben 27-ről 13%-ra csökkent, tehát ez is egy jó irányzata a kormányzatnak. Én azt mondom, hogy ezt az 5%-os, 4-5%-os kataterhet, hogyha egy kicsit közelítjük a kiva teherhez, ami egyébként most 10%, akkor úgy nagyjából egységessé válik az adórendszer, és mindenki megtalálja a számítását, a pénzügyminisztérium is, illetve a költségvetés is. Erusz László, Vadász Iván, köszönjük szépen, hogy itt voltak. Köszönjük szépen.